Szia Barbie, 7 hónapos kismamaként üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, szia, hogy bejöttél. Üdvözlök én is mindenkit. És ugye rólad elmondható, hogy régebben is az online anyukákat, tehát céloztátok azt a réteget, aki babát vár, vagy szeretne, és azon gond, vagy kisbabája van, és azon gondolkodik, hogy jó lenne valamit csinálni. Nem visszamenni, vagy még nem is tud visszamenni egy munkahelyre, ahova be kell járni nap, mint nap. Tehát ti ezt a réteget amúgy is megcéloztátok, mikor építettétek az üzletet. Hát most akkor itt te magad vagy az élő példa, hogy babát várva is lehet dolgozni, és gondolom nem nagyon vettetek vissza a célokból azutánra, hogyha majd megérkezik a kisfiatok. Egyáltalán nem vettünk vissza a célokból, sőt, én azt tudom mondani, hogy soha nem voltam ilyen motivált, ennyire elkötelezett, és én tényleg úgy érzem, hogy egy ilyen erővel még, és az jó erővel, tehát ilyen belső erővel, ilyen elköteleződéssel még sosem építettem az üzletet. Ahogy mondod, mi nagyon hamar ráébredtünk arra, hogy az, hogy online fel tudsz építeni egy networking üzletet, annak egy nagyon erős célcsoportja az édesanyák, hiszen otthon vannak a gyermekükkel, nagyon sok esetben sokkal több bennük a cselekvési vágy, szeretnének tényleg valamit csinálni, tehát amellett, hogy ők édesanyák, szeretnének a karrierben is, igen, valamit felmutatni, sikeresek lenni, van bennük bőven lehetőség, és ők ezt érzik, igen, is. Viszont nem tudnak elmenni reggel 8-tól 5-ig minden nap. Nem is akarnak, eszük ágában nincs, nem is tudnak sok esetben, igen, mert a nagyszülők már sok esetben távol vannak, igen, ugye, viszont dolgoznának. Mégsem dolgoznának, és egy hatalmas lehetőséget tud nyújtani a Forever ezáltal az ő életükbe. Ez korábban megfogalmazódott a fejünkben, illetve láttuk a nemzetközi példákat, hogy azért ott nagyon előre tört ez a trend, és mára már több mint 100 online anyu dolgozik velünk sikeresen, menedzserként, asszisztent menedzserként, szupervájzorként, akik 1-2-3 gyerek mellől építik az üzletüket, otthonról egyetlen laptoppal, és most csatlakozom hozzájuk. És nem érzel, tehát ez gondolom egyéni szerencse is, hogy nem vagy fáradtabb, nem vagy dekoncentráltabb. Hát egyéni szerencse is, de azért ebben hatalmas szerepe van a Forever termékeknek. Tehát nekünk már a baba is úgy fogant, hogy mi tudatosan terveztük, pontosan tudtuk, hogy mikor szeretnénk, hogy megfogadjon, tökéletesen megfogant abban a hónapban, amikor akartuk, és én azóta is folyamatosan a Forever termékeket fogyasztom. Egyáltalán nem vagyok fáradt, elképesztő erővitalitás van bennem. Én ezt nem szerencsének mondom, én ezt tényleg a Forevernek tulajdonítom. Mikorra várjuk a babát? Augusztus 8. Augusztus 8, és ugye gondolom mindenki tudja, de aki nem, azt most megtudja, hogy kisfiú. És neve is van? Máté. Körülbelül ezt is mindenki tudja, én eléggé úgy élek, hogy az én életemnek nagyon nagy része kint van a social médián tényleg, úgyhogy körülbelül az első perctől, amint a neve meglett, azóta a Facebook is tudja. És akkor nyilván, amit te így eldöntesz fejbe, látom, hogy nálad ez tényleg működik, az úgy is lesz. Igen, tehát mit tervezel, Istennek, hogy a szülés után mennyi ideig pihensz, vagy nem csinálsz? Én nem tervezek ilyeneket. Tehát nem már másnap? Én szerintem még a szülés közben, ott még közben is fogok dolgozni. Én nem tudom úgy magamat elképzelni, hogy kivegyem magam teljesen az üzletből. Nyilván lesz időm családként megélni a pillanatokat. Lesz időm a gyermekünkre, de biztos, hogy lesz időm az üzletre. Nekem ez nem munka, nekem ez teljesen az életem része. Tehát még egy-két hét se fog. Semmi nem. De vannak online anyuk, tehát van olyan online anyu szupervájzor az üzletünkben, aki most április 1-én szülte meg a kislányát, Máltán lakik egyébként, egy napot nem hagyott ki. Ugyanúgy építette akkor az üzletet. Akkor van ilyen példa. Igen, abszolút, van. És akkor viszont el tudod mondani, mert semmi nem fogja felborítani nyilván az idei terveiteket. Igen, nagy növekedésben vagyunk, hál' Istennek, gyönyörűen növekszik a non-menedzseri csapatunk és a menedzseri csapataink is, úgyhogy jönnek fel újabb menedzserek. Most senior eagle-ként vagyok itt, de az idei évre egyrészt a 2500 pont az már meg lesz hamarabb, mint december, másrészt természetesen tervezzük a soaring szintet, és most már tudjuk is, hogy meg lesz idén a soaring szint. Idén meg lesz. Majd. És utána? Jövőre? Hát majd akkor jövőre, akkor haladunk tovább a Zafir felé. Meg a Soaring Eagle felé, akkor most, ha a Senior Eagle megvolt, akkor a Soaring Eagle felé. Belőletek nagyon hamar lesz Zafir, igen, ha így folytatjátok. És azt tudjátok-e már, hogy most még ne szaladjunk ennyire előre, hogy több gyereket akartok? Igen, előre szaladhatunk. Szeretnék egy kislányt is Máté után.
Amint lehet, de úgy vagyok vele. De akkor vigyázz, akkor megint egy nap kiesik majd. Megint egy nap kiesik. Nyilván 36 éves voltam, tehát 36 már elmúltam most az évben, és nagyon nekem nincs arra lehetőségem, hogy most sokat tologassam. Mi most akartunk gyereket, eddig nem, most viszont rögtön jöjjön kettő. Úgyhogy igen, így. Jó. Hát legyen így, és akkor gondolom, hogy téged meg lehet kérni a... megérkezik a baba azután is, hogy gyere, hogy mutasd meg. Természetesen, itt fog felnőni. Nekem hatalmas nagy példát mutattak azok a vezetők, most Varga Robit tudom elsőként említeni, mert neki, én 6 éve vagyok az üzletben Gergővel, és Robinak a két gyermek ez alatt a 6 év alatt született, igen. És nekem nagyon nagy példa volt, hogy itt nőttek föl, itt voltak minden rendezvényen, még akkor is, mikor járni sem tudtak, ott voltak a színpadon, és én akkor tudtam már azt a víziót, hogy na pontosan ugyanígy szeretnék én is gyereket. Úgyhogy igen. Na, hát. Sok szerencsét és sok sikert. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.